egyet balról, egyet jobbról. Úgy szépen igazítjuk közben, hogy ne forduljon át az anyag. Sziasztok! Rég találkoztunk. Nagyon szeretek alkotni, különösen bőrből. Már nem kevés bőrholmit készítettem, például ezt a kis táskát, amiben egy ilyen malmot rajzoltam. Ezt gyűjtöttem hozzá köveket és terméseket, amiket lehet használni, és lehet játszani. Ilyet ti is tudtok gyűjteni. De most, nem régiben tanultam egy nagyon jó karkötő készítést. Ilyet eredményez. Ilyen fonás. Csak az a trükkje, hogy nem vágod végig a bőrdarabodat, hanem úgy fonod be. Úgyhogy egy kicsit bonyolultabb, mint hogyha simán hármas fonást készítenél. Nézzétek meg, hogy csinálom. Levágunk a bőrünkből egy darabot. Nem olyan nagyon vastag csíkot legyen. Hajtjuk. Most egy kicsit ki lehet igazítani. Így. És ezzel a technikával itt látjuk a közepét, és akkor így középre kerül majd a minta. Körülbelül elharmadoljuk. Most így nem kell méregetni, csak szemre, és miközben jól összeszorítjuk, hogy ne csúszson el, levágjuk az első felét az egyharmadnak, az egyharmadát, így, aztán a másikat már csak félbe kell. És persze nem árt, hogyha elég éles ollót használunk. Próbáljuk meg minél egyformábbra a szálakat, mert akkor lesz szép. Ezzel meg vagyunk, kezdődhet a fonás. Egy jobbról, egy balról. Forgatás. Egy jobbról. Egy balról, egy jobbról forgatás, így minél kevesebb van már az anyagból, annál nehezebb. Ezt folyamatosan, körülbelül ugyanolyan szorosan tartsuk. Lehet, hogy nem jön ki elsőre, nem baj, akkor vissza kell fejteni majd, és tovább vágni. Nekem most úgy jött ki, hogy ilyen lazábra. Akkor ki kell húzni egy kicsit, és itt az asztal sarkán lehúzni, hogy egyenletes legyen. És egy picit meg lehet igazítani kézzel, hogy szépen álljanak a kis vonatok. És ilyen. Ez a másik egy kicsit
szorosabb lett. De hogyha ennél szorosabbra szeretnénk, akkor tovább kell egy kicsit vágni itt is, meg itt is, ugyanúgy, hogy kifonjuk, behajtjuk, és tovább vágjuk egyenletesen. De én most ezt ilyen lazán hagyom, és van egy ilyen feszesem is. A következő művelet az így fog kinézni. Normál esetben lyukasztó van, lehet neki lyukasztani, de hogyha az nincsen otthon, akkor ügyesen ollóval is megpróbálhatjuk. A hegyes egyik oldalával egymás mellé rakjuk a két oldalt, megpróbáljuk átszólni rajta az ollót, és így körbe. Lyukat fúrunk rá. Lehet, hogy nem lesz annyira szép, mint a lyukasztóval, de a célnak megfelel. Úgyni. És a bőrünkből levágunk egy vékony darabot. Egyenletesen tesszük mindezt. És ez lesz majd a kötője. A karkötőnknek. És annak annyira egyenletes. Meg tudom mutatni. A végét ki lehet hegyezni. És egy kicsit gyertyával meg lehet erősíteni. Két oldalra egy kis csomót. Hát főleg minél inkább a végére. És hogyha ez megvan, meg lehet igazítani, bedugjuk a kezünket. Így. És meg tudjuk kötni, és kész. Itt lehet állítani, milyen hosszúra szeretnénk. Igazán nagyon be se kell kötni. Remélem, ti is velem csináltátok, és most már nektek is van egy karkötőtök, ami illik a ruhátokhoz is. Ha tetszett a mai rész, lájkoljátok, vagy támogassatok a Danablinkt.